gun. Load the gun. You know, like a loaded gun. A loaded gun, a loaded gun. A bang, 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 like a loaded gun. A loaded gun, a loaded gun. A bang, 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 I'm a loaded gun. A Texas Tourist két tagja ül itt velem szemben, 2017-ben alakult meg a banda, és azóta azért nagyon sok koncerten láthattunk titeket itt Nyíregyházán és a környéken. Volt-e kedvencetek ezek közül a koncertek közül? És ha volt, mi volt az és miért? Hú, szia! Hát ez egy eléggé fogós is ez a kérdés. A helyzet az, hogy hát szinte minden fellépésünk olyan volt, hogy annyira egyedi volt a hangulat, és annyira jól éreztük magunkat, hogy nagyon így kedvenc nincsen. Talán most a legutóbbi tudnám kiemelni a Tokaji Utcazene Fesztivált, ahol felléptünk. Az egy maraton volt, egy háromnapos maraton, és azért annak jó hangulata volt. Tehát teljesen más feelingje volt az egésznek, mint alapvetően így az összes többi eddigi koncertünknek. És hogyha jól tudom, a csapat volt a Supernám előzenekara is. Így van. Na, meséljetek egy picit, mi azért ez nagyon nagy dolog szerintem. Hát gyakorlatilag baráti viszony fűz hozzájuk. Tokajban volt ez a kis buli. Imádjuk Szabit mindenképpen, és reméljük, hogy lesz majd vele több koncertünk is. Az elmúlt években azért volt néhány tagcsere, és hát most is van egy alkalmi tagcserétek. Fú, hát erről tudnék hosszan is mesélni akár, nagyon nem akarok belebonyolódni. A helyzet az, hogy eddig 7 dobost nem emésztettünk meg. Tehát a 7. ő maradt a majoros Jani, John Major, aki hát bevált. Most a helyzet az, hogy ha már így rákérdeztél, akkor belemenjünk egy kicsit mélyebben. Sajnos vele történt egy olyan sajnálatos eset, hogy a gerincével történt egy elég komoly probléma, és emiatt, hát most egy félúton van így a gyógyulás felé, ezért gondolkoztunk abban, hogy nagyon gyorsan szükségünk lenne egy kis segítségre, úgyhogy Jávor Tomi személyében volt az, akit megtaláltunk, és hálásak vagyunk neki, hogy kisegített minket, úgyhogy köszönjük szépen, Tomi. És hát tavaly év végén még hangszerbővítésetek is volt, egy nagyon különleges hangszer került be a csapatba, banjo gitár. Igen, a banjo-gitár. Ezt nemrégiben kaptam az egyik barátomtól, Gergőtől, Nagyidei Gergőtől, a színház egyik kiváló színészétől, aki egy ilyen, hát ilyen örökség keresztapjától, ha jól emlékszem, így került hozzá, csak aztán ott porosodott a szekrény tetején, aztán úgy gondolta, hogy felajánlja valaki ős valakinek, aki tud is valamit vele kezdeni, úgyhogy már alig várom, hogy igazán divó bevessem, mert elkészült és remekel a gitár, úgyhogy van már készülőben egy-két olyan új szám, amiben már be fogjuk vetni. Hogyha jól tudom, az egyik legutóbbi dalszöveg például munkahelyen ebéd közben íródott meg. Igen, ez is készülőben van, látom, hogy jól értesült van. Igen, ez így van. Hogy munkahelyen ebéd közben milyen dalszöveg tud megszületni? Hát a munkahely, mivel saját magam főnöke vagyok, ezért tudok időt rászánni, akár két vendég között is, és a helyzet az, hogy olyankor, pláne meg, hogyha jó idő van, jó hangulatban vagyok, akkor elkap így a hangulat. Na és ez akkor milyen hangulatú dal lesz? Csak egy kis előzetes hát, belőle. Nagyon sok mindent igazándiból még nem tudok mondani róla, mert még nagyon gyerekcipőbe jár az a dal. Nagyon szerintem a többiek sem hallották még igazándiból, még nem vetettem. De hangulatát tekintve mindenképpen egy vidám dalocska lesz, ez biztos. Ez egy nagyon jó munkahely akkor, hogyha vidám dalt tudtál ott közben írni, de nagyon sok máshonnan is lehet ám inspirálódni, mondjuk egy túrázásból akár, vagy egy természetjárásból. Ha jól tudom, hozzátok ez is nagyon közel áll. Persze. Tehát így legutóbb a családdal voltunk így hétvégén így fenn a hegyekbe, és
és hát maga a környezet, maga a természet az hihetetlen energiákat tartogat, és érdemes egy kicsit magába szállni az embernek ahhoz, hogy megtalálja azokat a megfelelő hangulatokat, amikből tud inspirálódni. Hát szerintem nem nehéz egyébként, ez abszolút nem. Dalszövegileg is mi a helyzet zenei téren? Honnan lehet inspirálódni? Milyen csapatokat kell ahhoz hallgatni, hogy önazonos hát, lehessen a Texas Erre nagyon nehezen tudnék válaszolni, hogy miket kellene hallgatni. Én személy szerint mindent hallgatok, ami létezik a Földön. Hát igazából inkább magát a rockzenét, egy kis countryt, imádjuk a Kid Rockot, tehát az egy ilyen kedvencünk, tehát az igazi amerikai feeling, ami így körbevesz minket. Igen, mert hogyha a Texas Tourist-nak a stílusára gondolunk, akkor gyakorlatilag végtelen a lista, Texas blues, dark country, hip-hop, funky, minden van benne. Így van. Nagyon különleges fúzió ez tulajdonképpen. Igen. Hogy tudott ez a egyébként nagy létszámú csapat és különböző stílus így összeérni a színpadon? Hát én úgy gondolom, hogy ez a dolog belülről jön. Tehát én éveket éltem kint az Egyesült Államokban, ez a Jimmy Angliába élt kint, tehát ott szívtuk magunkba gyakorlatilag ezt a fajta életérzést, amit most úgy próbálunk átadni a közönségnek. Remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek. De akkor Texasban is jártatok? Texasba is, igen. Jó. Mi a tervetek 2021-re? Ugye 2020 egy nagyon furcsa év volt, ezt így magunk mögött is hagyjuk gyorsan. Mik a tervek erre az évre? Elég nehéz lenne így összegezni a dolgot. A helyzet az, hogy a Tokaji Utcazene Fesztiválra szintén kaptunk egy meghívást, valamint ott, mivel elég jó kis társaság verődött össze, kapcsolatépítő tréning gyanánt, így például a Huckleberry Guys volt, akik meghívtak, mert szintén ők szervezik a Szegedi Utcazene Fesztivált, úgyhogy oda is kaptunk egy meghívást, úgyhogy szeretnénk ennek is majd eleget tenni. Aztán a későbbiekben meglátjuk, hogy még hogy fog alakulni. A helyzet az, hogy ez a 2021-es év is elég érdekes. Tehát, hogy... Csak pozitívan, nagyon sok koncert lesz, így kell hozzáállni. Próbálok abszolút pozitívan állni hozzá, reméljük, hogy ki tudjuk belőle a legjobbat hozni. De az, hogy most még milyen koncertek lesznek még így ezeken kívül, az utcazene fesztiválokon kívül, még nem tudjuk megmondani, még mi sem. Sok még a kérdője, esetleg új lemezben gondolkodtok-e? Természetesen, tehát mivel az a helyzet, hogy volt egy olyan része a dolognak, hogy szeretnénk egy ilyen demo anyagot kiadni 5 számmal, The First Five címen. Ennek már egy ilyen első kópiája megtörtént, de hát sajnos a helyzet az, hogy a legjobbat szeretnénk nyújtani a közönségünk számára, hogy ők is csemegészhessenek belőle, és valóban élvezhető lemez legyen, úgyhogy ehhez még nagyon sok munka kell. Már csak egy kérdés. 10 év múlva hol és miről fogunk beszélgetni? Hát... Valami nagy arénás buliról remélem. És mi lesz a témánk? Hát talán az, hogy az elmúlt 10 év, hogy milyen albumokat hoztunk össze az alatt a 10 év alatt, valamint, hogy hová fogunk még menni. A következő nagy világjáró turnéról mondjuk. Hát nagyon remélnénk, mert a helyzet az, hogy kaptunk az Egyesült Államokból is, Írországból is, Angliából is meghívásokat, úgyhogy jó lenne ennek is eleget tenni. Yeah.
had any chance up. Like dark eggs, severed artery in the head. 50 minutes later, she thought she's already dead. Down in box, 60-17, small coffin. Brutally back in a chocolate muffin. Some music is an underground Italian one. You can hide behind my door and descend it all the sort. Where it came from is the underground. Cheating and stealing, lying, some kind is going hell. Now I'm getting sick and tired and feeling unwell. Covering your own shit and always in my mind. Just let me treat your brain with the own right. So I wonder, I wonder, I wonder. Tell me how much believing in the bullshit propaganda. Is it the end? What? Is it the end? What? Shit and all with my mind. Just let them treat your brain with the override. So I wonder, I wonder, I wonder. Tell me how do you believe in the bullshit propaganda. Is it the end? What? Is it the end? What? Really? A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.